Köszöntöm a kedves nézőket is, köszöntöm a képviselőtestület tagjait a mai testületi ülésünkön. A jelenlétéből megállapítottam, hogy Cinke Csaba és Csatlós Árpád hiányzik, ők igazoltan vannak távol munkájuk miatt. Így a testületi ülés határozatképes. A mai testületi ülésünkre 4 napirendi pontot terveztünk. Az első Pácini Közös Önkormányzati Hivatal szervezet és működési szabályzatának jóváhagyása, előadója jegyző úr lesz. Második a Pácini Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatás etikai alapelvek és az etikai eljárás szabályai, szintén jegyző úr előterjesztésében, és természetesen a harmadik napirendi pontnak is lesz az előterjesztője, mert a téma a helyi választási bizottság tagjainak kiegészítése. A negyedik napirendi pont pedig a indítványok, javaslatok, egyebek. Megkérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van-e valakinek más napirendi pontra való javaslatom. Nincsen, köszönöm. Akkor aki ezekkel a felsorolt napirendi pontokkal egyetért, kérem készfelemeléssel jelezzen. Köszönöm szépen, és akkor átadom a szót jegyző úrnak az első napirendi pont megtartására. Pácin Község Önkormányzata és Budokon Község Önkormányzata az elmúlt év február 1-ével hozta létre a Pácin Közös Önkormányzati Hivatalt. Ez egy költségvetési szerv, melynek szervezeti és működési szabályzatát kell elfogadni. A szabályzatot az irányító önkormányzat, a Pácin Község Önkormányzata fogadja el, hagyja jóvá. Van egy másik szervezeti és működési szabályzat, ami az önkormányzatra vonatkozik, azt rendelettel kell jóvá hagyni, és a képviselőtestület működésére vonatkozik. Ez a szabályzat a közös hivatalt érinti. Amit itt látunk, 4 fejezetből áll, és ez a jéghegy csúcsa, az, amely a Titanicot elsüllyesztette, a többi rész, az még alatta található, ugyanis rengeteg merénylete van, szám szerint 29. Ezek a szabályzatok már részben léteztek, csak olyan nagy arányú jogszabályi változás történt az elmúlt időszakban, különösen pénzügyi téren, hogy az összes szabályzatot gyakorlatilag át kell dolgozni. Javaslom, hogy majd menjünk végig ezen a szabályzaton. Kiemelve egyes kis részeket, természetesen nem akarom az egészet, nem annak nincs semmi értelme felolvasni. A szabályzat tartalma az államháztartási törvény, illetve annak a végrehajtási rendelete, az úgynevezett AVR határozza meg, ezt az előterjesztésben leírtam, pontokba szedve, és ezek alapján, a pontok alapján ezzel a tartalommal készült el a szabályzat. A szabályzat célja alapvetően az, hogy rögzítse a hivatal szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak részletes feladatait, jogkörét, a költségvetési szerv működési szabályait. Tételesen le kell tűnni, tehát meg van határozva, hogy az alapító okiratot rögzíteni kell-e. Ezt itt látja a tisztelt képviselők. Ezt követően a 2x2 pontban vannak meghatározva azok a dokumentumok, amit az előbb említettem, az a 29 darab szabályzat, ami részét képezi majd ennek a SMS-nek. Ilyenek, mint a számíteli politika, számlarend, eszközök és források értékelési szabályzata, bizonylati jelentés, bizonylati album, önköltségszámítási szabályzat, pénzkezési szabályzat, és így tovább egészen 29-ig. Ezt követően a harmadik ponton találhatók a költségvetési szerv legfontosabb adatai. Székhely, ugye Pácin Közös Önkormányzati Hivatal, itt a Fő utca 35 szám alatt, kirendeltség a Bodok Halmi Hivatal, látható a azonosító szám, ezeket nem akarom felolvasni. A kormányzati funkció, ami most változott, a 011-1130, az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége, valamint az átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások. Emiatt módosítani kellett az alapítókiratot is, ehhez azonban nem kellett testületi jóváhagyás, mert csak egy technikai művelet volt, amit a MÁK időközben elvégzett. Ezt követően látjuk csoportosítva azokat a jogszabályokat, amelyek a hivatal működését érintik. Ez összesen 135 jogszabály, amit most csokorban szedve, de biztosan van még ettől több is. Ezek a legfontosabbak legfőképpen érintettek. Mindenképpen bele kell foglalni, mert hallottam kollégáktól, hogy az ellenőrzés során kifogásolták, hogy ez nem volt benne. Tehát kételesen fel kell csorolni. Az ÁSZ is, az ÁSZ is kifogásolta, ha ez nem volt benne.
alaptevékenységet szabályozó jogszabályok megőrzése illen az alaptörvényen és a legfontosabb jogszabályokkal, ezt követően az igazgatási intézmény tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok, szociális ügyek, hadigondozásról szóló ügyek, egyéb ilyen törvények, ezeket nem is értelme felolvasni. Pénzügyek, titkársági feladatok. Tehát ebben a csoportosításban láthatók a jogszabályok. 139. Elég alapos. Ezek a jogszabályok gyakran változnak. Az utóbbi 4 évben több száz jogszabály megváltozott, több ezer oldalnyi joganyag született, ami nem könnyű ebben most eligazolni senkinek sem. A következő oldalon látható, hogy az alapítás időpontja, amit az előbb is említettem, 2013. február 1-e. A alapítókiratoknak a száma, székhely, statisztikai számjel és egyéb ilyen adatok, fizetési számlák, bankszáma, telefonszám, honlap. Ezt követően a költségvetési szerv jogállása, ugye a költségvetési szerv önálló jogi személy, vezetője a jegyző, a jegyző pászintősi munkat a polgármestere nevezi ki és gyakorolja a munkáltató jogokat. A hivatali illetékességet pászintősége és boldogtalan települése terjed ki. Két költségvetési szerv van hozzárendelve ez a hivatalhoz, a Pászinban a Bárókert, Pászin Bárókert óvoda, Boldogtalanban pedig Boldogtalan Esepalota óvoda. Ellátjuk természetesen a Pászin község román ezügyiségi önkormányzata gazdálkodási feladatait is. A hivatal gazdasági társasága nem tulajdonosa, ilyet nem is szándékozunk, a gazdasági társasága részesedéssel nem rendelkezik. Ezt követően jön a második fejezet, mely tartalmazza a hivatal szervezeti felépítését. A székhely településen 4,5 fő, hogy mondjam, a fél az azt jelenti, hogy tehát 4 órában dolgozik még egy fő, mert a költségvetési törvény meghatározta a létszámot, ami finanszírozható, és így jött ki. Boldogham nem kíván élni a másik félel, mert itt 9 lett volna, 9 főt lehetett volna összesen alkalmazni, de így 4, összesen 8,5. Tehát Pácinkösségben a jegyző, van a pénzügyi ügyintéző Doma Gabriella, szociális igazgatási ügyintéző titkársági feladatok Bognár Bidita, adóügyi ügyintéző házi pénztárkezelő Balla Andrásné, és Tóth Viktóriát vettük most fel egy éves szerződéssel. Ő közszolgoztás ügyekkel foglalkozik alapvetően, és pénzügyeikben még kisegít. Budokonomban Novák Andrásné aljegyző, Tikó Zsolt pénzügyi ügyintéző, Pálóczyné Tudás Erzsébet ő szintén pénzügyeket lát el, és van még Járdai Béláné, aki adóügyekkel, anyakövezetéssel és házi pénztár kezeléssel foglalkozik. Szabályozni kellett a hivatal belső ellenőrzését, amelyet a Boldogközi Többszínű Kistérségi Társulás kereteiben, tehát társulásban látunk el. Ez a belső ellenőrzés éves terv alapján történik, és itt meg van határozva, hogy az ellenőrzés tervet mit kell tartalmaznia, hogy a kockázatelemzés időszak egyéb dolgokat meg kell határozni az ütemezését. Van egy részletes belső ellenőrzési kézikönyv, amely tartalmazza az egész eljárásnak a menetét. Ezt követően láthatjuk itt az apró dolgokat leírva, hogy hát apró dolgokat, a hivatal feladatai, részfeladatai, hogy mihez mi kapcsolódik, például a képviselőtestülettel kapcsolatos tevékenység. Értelemszerűen a hivatal előkészíti az összes anyagot, ami a testületeket kell tárni, rendeletek tervezetét, határozók tervezetét, vezetik a különböző nyilvántartásokat, ellátja az adminisztratív teendőket, és természetesen részt vesz a végrehajtásban. Ugyanez van meghatározva a képviselőtestek bizottságaira, a hivatal, tehát a polgármester, alpolgármesterre nézve. Tehát itt találjuk azokat a pontokat, ami meghatározza részletesen a hivatal szervezeti, illetve feladatait. Ezt követően találjuk részletesebben leírva a hivatal működéssel kapcsolatos feladatokat, az egyes ügykörökre tekintettel, mint hogy milyen szociális ügyeket látunk el, a jegyzőnket gyakorol, itt van a tételesen felsorolva egyenként, ezeket nem kívánom felolvasni, de aztán sokan már ezt tudják, hogy mi mihez tartozik, hogy milyen ügyeket lát el a hivatal, milyen szociális ügyeket. Lakásfenntartási támogatás, aktív korak támogatása, védelmi-fogyasztó, hatósági bizonyítványok, ezt, amit most felsoroltam, ezt az igazgatási ügyintéző Bognár Brigitta gyakorolja ezeket az ügyeket. Kiadmányozási joga nem rendelkezik, a jegyző felügyeli ezt a munkát. Ezt követően láthatók azok a feladatok, amit a jegyző gyakorol.
Hát itt elég sok minden van azért, a rendszer gyerekében kezdőinktől kezdve a óvodáztatási támogatás. Hát az átmeneti segít, azt nem én, hanem azt Szinti Bognár Brigitta készíti elő. Temetési segít, köztemetés és egyéb ilyen ügyek. Vég nélkül sorolva, birtokvédelem, állattartás, méhész nyilvántartás, vadkár, számtalan. Ezt követően van részletesen leírva a pénzügyi intéző feladatai. Itt ugye analitikai nyilvántartás, ő kell vezetnie, könyvelés, egyéb dolgok, zárási feladatok részletesen itt vannak írva, mit tartoznak hozzá. Utána a beszámolóval kapcsolatos feladatok, a közös hivatal működésével kapcsolatos feladatok. Tehát azt jelenti, hogy a számlák kifizetése innen történik, Bodokalomból is. Tehát mi kapjuk most már a finanszírozást teljes egészében, Bodokalom nem kap finanszírozást. Innen történik a bérek kifizetése, minden egyes számla kifizetése, minden is rendtartási feladat kifizetése. Utána látjuk még tovább a részletet, az adóval kapcsolatos feladatokat, titkársági feladatokat, munkakörüli eljárások, majd ennek a szabályzatnak a részét képezik szintén. Ezt követően a harmadik fejezet tartalmazza a költségvetési rendszer működésének fő szabályait, a munkavégzéssel kapcsolatos szabályokat, a közszolgálati tisztviselői jogviszony létrejöttével kapcsolatos szabályokat, a egyes munkakörökhöz kapcsolódó szakképesítéseket, ugye a jegyzőnek igazgatást szervező diplomával vagy jogász végzettséggel kell rendelkeznie, többieknek elegendő középfokú végzettség és megfelelő szakképesítés. Ezt követően látjuk a vagyonnyilatkozati tételi kötelezettséget, mely a 2007. évi 152. törvény alapján történik. Gyakorlatilag minden dolgozó érintett, valami oknál fogva, a jegyző eleve, mint vezető, jegyző több oknál fogva is érintett ebben a dologban. Egyrészt, mint vezető, másrészt, mint pénzügyi döntéseket előkészítő személy. Nekem évente, ugye a többségnek évente kell ezt a vagyonbevallást végeznie. Tehát mindenki fel van sorolva, vagy a gazdálkodás miatt, vagy a hatósági ügyek miatt érintett. Most a 21. oldalán tartok már. Képzettségi pótlékot is szintén szabályozni kell, ebben tetten érintette ki pénzügyi intéző. Ezt követően költségtérítés, saját gépkocsi használat, természetesen senki nem érintett pillanatnyilag. Utána a munkaidőbeosztás tartalmazza a szabályzat, mely 40 óra. Hétfőtől csütörtökig 7:30-16-ig, pénteken 7:30-13:30-ig. Helyettesítésnek egy ügyfélfogadás. Gyakorlatilag a pálcinkösségben az ügyfélfogadás folyamatos. Én, mint jegyző, nem kívánok ebben lépni, mert tudom, hogy szinte lehetetlen feladat. Jönnek az emberek, sok az ügyes bajos probléma, rendelkezési állunk az ügyfeleknek folyamatosan. Bodokalommal ettől eltérés van, ők ezt kialakították már korábban, nálunk ez működik. Nem hiszem, hogy ez működne. Kapcsolattartás, ügyiratkezelés. Az elmúlt héten fejeztem be a ügyiratkezelés szabályairól a szabályzatot lényegében. Ez két a megyei kormányzati hivatal hagyja jóvá, valamint a levéltár. Ez egy 60 oldalas anyag, ami szintén majd a melléketét képezi ennek a szabályzatnak. Kiadmányozás rendje. Pálcinkösségben alapvetően a jegyző írja alá a ügyiratokat, de rendelkeznek a pénzügyi ügyintézők is bizonyos rájárási jogkörrel, adóügyi ügyintéző teljes jogkörrel, gépjárműadó, egyéb adóügyek tekintetében, hagyatékügyek és az objektív bizonyítvány tekintetében. Ezek voltak a főbb dolgok. Nem tudom, van-e valakinek valamilyen kérdése. Kivetítő volt? Ez összességében közel 1000 oldal szabályzat lesz, amikor a végére jövünk mindennek, a menetetekkel együtt. Amit mondtam, ezek a pénzügyi szabályzatok, a 29 darab külön szabályzat még együtt. Ez gyakorlatilag az SMS helyett van? Hát ez mégis egy SMS. Ez gyakorlatilag ugyanaz, de csak persze. Igen, és ehhez csatlakoznak még különböző szabályzatok. Jó, köszönöm szépen a előterjesztést. Megkérdezem, hogy van-e valakinek véleménye, kérdésre véleménye előterjesztéssel kapcsolatban.
megállapítom, hogy nincs. Én látom, hogy István mennyit dolgozik ezen, és ilyenkor mindig felmerül, hogy azért, ha egy egységes államigazgatás van, hogy miért kell ezt minden önkormányzatnak külön-külön megcsinálni. Nyilván vannak speciális dolgok, de hát az majdnem 1000 oldalból legalább 900-at ezt meg lehetne alkotni szinte minden önkormányzatra, valószínűleg. De hát pillanatnyilag itt tartunk, és ez egy nagyon komoly, nagyon nehéz feladat hárul rá, mert hát ennyi jogszabályt végignézni, odafigyelni. Nagyon sok salátatörvény van, amiből össze kell olózni a dolgokat, tehát nagyon nehéz dolga volt, de úgy tűnik, hogy jó színvonalon sikerül most megoldani. Köszönjük szépen a munkáját. Szeretném megkérdezni, aki egyetért azzal, hogy a Pácin közös önkormányzat hivatal szervezet és működési szabályzatát elfogadjuk, kérem készfelemeléssel jelezzen. Köszönöm szépen. És akkor átérünk a második napirendi pontra. Az önkormányzat hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatás etikai alapelvek és az etikai eljárás szabályairól szóló előterjesztést kérem jegyződött, hogy tegye meg. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény kötelezővé teszi a képviselőtestület számára, hogy a hivatal a köztisztviselői vonatkozásában a hivatás etikai alapelvek részletes tartalmát, majd az etikai eljárás rendjét szabályzatban meghatározza. Ez is egy érdekes dolog, és igaz arra, amit a polgármester mondott, hiszen a törvény 83. paragrafus 1. bekezdése meghatározza alapvetően a hivatás etikai alapelveket, de ezeket tartalommal helyben kell kitölteni. Azt viszont tényleg nem értem, hogy olyan alapvető fogalmak, mint hűség és elkötelezettség, nemzeti érdekek előnyben részesítés és a többi, miért jelent Budapesten vagy Szolnokon más, mint például a Pácin községben? Ezt viszont tényleg nem értem. Tehát a törvény meghatároz 9 alapelvet, ilyenek hűség és elkötelezettség, a nemzeti érdekek előnyben részesítése, az igazságos és méltányos jogszolgáltatás, a méltóság és tisztesség, az előítéletekkel való mentesség, a pártatlanság, a felelősségtudat és szakszerűség, az együttműködés, az intézkedések mentételjeirányú arányosság és védelem. Tehát ezeket az alapelveket kellene tartalommal kitölteni, továbbá meg kellene határozni az eljárás menetét. A vezetőkre még külön etikai alapelvek vonatkoznak, tehát a jegyzőre. Ilyenek különösen a példamutatás, a szakmai szempontok érvényesítése és a számonkérés kötelezettsége. Tehát a szabályzatban ezeket az alapelveket látjuk kibontva, mindenhol megpróbáltam írni egy valamilyen kis tartalmat. Ezeket természetesen nem szeretném, hogy kimentek ezek az anyagkorában, csak a fő dolgokat szeretném összefoglalni. Hűség és elkötelezettség elve. Mihez kell bűnnek lenni? Ugye eleve a köztisztviselő esküt tesz, amikor belép ebbe a szolgálatba. Ezt követően persze máskor is teszünk még esküt, nem tudom miért, például a választások során is. Hűséget kell fogadnunk most már az alaptörvényre. Ez az elsődleges. Ugye Magyarország egy demokratikus jogállam. Arra esküszünk, hogy az alaptörvényekhez és az alapvető jogszabályokhoz hűséget veszünk. Ezt itt is meg kell erősíteni. A nemzeti érdekek előnyben részesítésének elve, hogy az EU-nak teljesen tagjai vagyunk, de azért szeretnénk a hazai érdekeket elsősorban érvényesíteni, és ez minden köztisztviselő alapvető kötelezettsége. Igazságos és méltányos jogszolgáltatás elve. Természetesen a köztisztviselő nem lehet észrehajló. Mindenkor elfogulatlanul és pártatlanul kell eljárnia. A különböző oldalak vigászi küzdelmében nem foglalhat állást. Abszolút zsinórmértéket kell tartania, és a középpontban lennie, mindig arra figyelni, hogy csak a jogszabályoknak legyen alárendelve. De hát azt mondjuk, hogy etika, ethos, ugye ez a régi görög szóval származik, ezek isteni alapelvek végül is, onnan születtek. Ezek valahol minden embernek a szív van a kódolva, hogy hogyan is kéne eljárnunk másokkal szemben, mert ezek, tehát, és amíg az etikai szabályokhoz persze tudni kell, hogy itt még nem áll az állam jogpallosa, ez még egy lépés előtte van. Az olyan, hogy mindenki érez, hogy megítél a másik ember, hogy hogyan viselkedik, hogyan néz ki, és ezeket próbálja, hogyan él, mi az életmódja, ezeknek a tartalma, ez az egész. Tehát igazságos jogszolgáltatás, méltányos jogszolgáltatás, ezek egyértelműek, méltóság és tisztesség elve,
elég sok közviselő ül mostanában a börtönben, akik sajnos áldozatlan estek a pénznek, és elfogadta bizonyos összegeket. Hát ez nem szabad. Odáig sem, hogy apró ajándékokat sem kellett a közviselőnek elfogadni, semmilyen annyi természeti dolgot. Azt hiszem ezek teljesen egyértelműek, ezeket nem kell részletesen kifejteni, ezeket jelenteni. Természetesen nem összeegyeztető az, hogyha egy közviselő bűncselekmény szabálysértést követel, ha szerencsejátéknak rabja, ha drogfüggő, ezek mind méltatlanok egy közviselőhöz. Elítéltetőleg van mentesség, tehát semmiképpen nem lehet megkülönböztetni senkit amiatt, hogy milyen a pártállása, vallása, bőrszíne, sorolhatnak tovább. Ügyfélbarát módon kell intézkedni, pártatlanul elfogadatlanul. Felelősítőt és szakszerűségelve. Ugye a felelősségtudat, a közviselő köteles a felettese utasításait végrehajtani. Vannak bizonyos okok, amikor nem, ezek itt tisztesen le vannak írva. Ha ezzel a cselekményével szabálysértés vagy bűncselekmény követne el, akkor természetesen nem köteles ezt végrehajtani. Kérheti azt is, hogy a felettese az utasítást foglalja írásba. Ezt nem tagadhatja meg a felettese. Hát eddig ilyen nálunk nem volt, remélem nem is lesz, de ezek itt tisztesen le vannak írva, hogy ezt ilyen módon kell megcsinálni. Elsődleges szempont közviselőnél a szakszerűség, amit most nagyon nehéz az előbb említett dolgok miatt, hiszen óriási joganyag jelent meg, több ezer oldal, naponta lépnek hatályba újabbnál újabb jogszabályok, helyezik hatályunkra a régit vagy módosítják. Van olyan törvény, aminek 40 végrehajtási rendelete van. Tehát most nagyon nehéz a szakszerűségnek eleget tenni, és ha megjelenik egy jogszabály, akkor azonnal alkalmazni kell. Az együttműködés elve. Természetesen együtt kell működni a közösségek az ügyfelekkel, saját munkatársaival, más szervekkel. Az intézkedések megtételére irányuló arányosság elve. Hát, olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek arányban vannak az eljárás céljával. Védelem elve. A közösségelő külön büntetőjogi védelemben részesül. Természetesen semmilyen tisztséget nem vállalhat egy közviselő, semmilyen párban. Ez összeférhetetlen lenne. Hát a vezetőkkel szemben van még néhány plusz alapelv. Személyesen példát kellene mutatni. Nekem is például. Valamiben könnyű, valamiben nehéz. Tartózkodni az előnyöktől, eddig eredmény nem kérdés, nem is fog. A megfelelő hangnem használata, hát ez nem mindig sikerül természetesen. De az igyekszem. Kellő szociális érzékenység, az megvan bennem, pénz az időnk hiányzik. Tehát azt hiszem nem a szociális érzékenységre van elsősorban probléma. Szakmai szempontok érvényesítése, példamutatás, ezekről beszéltünk. Számonkérés, hát ez kicsit nehezebben megy nekem, mert őszintén egyrészt tanult a polgárstól is említett, hogy a jegyző belebonyolódik a napi munkába, nehéz számon kérni a kollégáktól, de ezt is tényleg oda kell el is figyelni, mert egy kollégának is jobb, könnyebb az, hogyha elnézik a munkáját, és van egy kis kontroll. Kiderül időnként, hogy van egy hiba, és azt még lehet időben korrigálni, mintha később már nagyobb probléma származik. Ezt követően le van az etikai eljárás menete, megindítása. Alapvetően ez a jegyzőre tartozik a hivatal tekintetében, és a jegyzőnek kell létrehozni egy bizottságot, és kivizsgálni azt, ha ezek a szabályok sérülnének. Természetesen, hogyha más súlyosabb dolog következik, akkor arra kell intvány tenni, ha fegyelmi, az egy súlyosabb dolog már ettől. Ha valaki csak kócos hajjal borotvált, hát ez kérdezik, nincsenek is itt most. Akartam ilyen etikai dolgot mondani, hogy nem sikerül. Tehát, hogy egyszerű dolgok vannak, akkor őket. De ha tényleg fegyelmi, akkor fegyelmi eljárás kell intani, ha bűncselekmény, akkor vagy szabásítás, akkor pedig azt. Ha a jegyző ellen merül ez fel, akkor a polgármesternek kell eljárni, ő kezdeményezi a kétúbizottság. Képviselőtestület tagjaiból két tagú bizottság létrehozását. Ennek az elnök az ügyeleti bizottság elnöke. Ha valaki vétkes magatartást tanúsít, akkor figyelmeztésben vagy agyulásban lehet részesíteni. Hát ilyen ennyi dolog ez, azt hiszem, ennyi más következményei igazából nincsenek. Ez inkább egy zsinórmérték, egy visszatartó erő, egy motiváló tényező. Inkább erről van szó. Röviden, szépen van. Köszönöm szépen az előterjesztést. Megkérdezem, hogy a képviselő közül van-e valakinek kérdése, véleménye az anyaggal kapcsolatban. Ez elég kimerítő és
pontos tájékoztatást kaptunk, kicsit oldva a imának a szárazságát, de egyébként ezek mind nagyon fontos dolgok, és igazából a napi érintkezés, a napi az emberekkel való kapcsolattartás keretében úgy érzem, úgy látom, meg ez az elmúlt rövid tapasztalatom, hogy Pácin község, de ugyanígy mondhatom Bodrogharomban is, ezekben a dolgokban nincsenek problémák. Természetesen van olyan, amikor akár velem szemben is, akár jegyzőre, vagy a dolgozókkal szemben is úgy lépnek föl bizonyos emberek, amit nehezen lehet tolerálni, de azért komolyabb probléma még nem volt, és szerintem nem is lesz. Jó, amennyiben nincs kérdés vagy vélemény hozzászólás, akkor kérem, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, készfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Akkor átérünk a harmadik napi rendi pontunkra, a Helyi Választási Bizottság tagjának kiegészítésére. Szintén jegyzőt előterjesztünk. Természetesen a választási eljáráshoz is új törvény született. Ez a 2013. évi 36-os törvény, mely kimondja, hogy a szavazókör területi választását úgy kell megalapítani, hogy abban legalább 600 választópolgár legyen, és legfeljebb 1500. Nálunk a választópolgárok száma a induló névjegyzékben 1159 fő, tehát 1200 alatt vagyunk, ezért már nem lehet a hagyományos két szavazókört fenntartani. Érdekes, hogy ez nem egy jogszabályváltozás, mert már az előző választói törvényben is ez szerepelt, csak akkor lehetett kérelmezni, hogy két szavazókör legyen, és ezt kétszer engedélyezték, most már kérni sem lehetett. Tehát egy szavazókör van, és a szavazás a faluházban fog történni. Remélem, erre már mindenki tudomást szerzett, de mi fogjuk tájékoztatni természetesen a lakosságot. Tehát ebből következően a szavazásszámlás feladatait a helyi választási bizottság látja el. Megszűnt a két szavazókör, egyébként is lejárt már a mandátumuk, az országgyűlési képviselő választás előtt lejárt a mandátumuk, viszont a helyi választási bizottság mandátumait tart egészen a helyi önkormányzati választásokra létrehozott új választási bizottság megalakulásáig, annak az alakuléséig. Most én nyilatkoztattam a választási bizottság tagjait, ők öten voltak, három taghoz két póttal, hogy vállalják-e a megváltozott feladatokra tekintettel a tagságot. Dapos Sándorné elnök asszony és Tóth József póta, ők lemondtak. Én a munkájukat megköszönöm, tehát az egész bizottságnak megköszönöm a munkáját, és a szavazatszámló bizottság tagjainak is, elnökeinek, elnökhelyetteseinek. Mert én úgy érzem, hogy minden egyes választáson kiváló munkát végeztek, gyors, pontos, hiba nélküli munkát. És ez nagyon dicséretes. Tehát pillanatnyilag három tagja van a választási bizottságnak, Gál János, Kontra Ferencné és Balla Tiborné. A választási bizottságnak a jogszabály szerint minimum 5 főből kell állnia, és póltagokat is célszerű választani, ha valaki esetleg, de valami történik, tehát plusz 2 póltagot célszerű választani. Nagyon nehéz volt a feladatom, megmondom őszintén, ez is egy jegyző feladat, tehát jegyző hatáskörének az előterjesztése, előkészítése, mert a bizottságok, mint említettem, tényleg nagyon jó munkát végeztek, és én szerettem elsősorban a bizottságokból, a meglévő szavazatszámú bizottságokból kiegészíteni a választási bizottság tagjait. Tehát elmondom röviden a javaslatomat. Dr. Giri Judit, ő bizonyára mindenki ismeri, a járási otthonán dolgozik is, gyármügy vezetője. Ő az egyes számú szavazatszámú bizottságban működött közre, már egy évig tag. Javaslom bevonni Pogány Ászlónyét, és mindenki ismeri. Ő korábban jegyzőkör köztisztviselő volt, Judi mellett előtt. Ő volt az egyes számú szavazatszámú bizottságnak a jegyzőkör vezetője. Nagyon pontos munkát végzett, és nagyon szeretném, hogy ő is tagja lenne ennek a választási bizottságnak. Magyari Tóth Ildikó szintén tag volt, és Móri Sándor is a kettes számúban tag volt. Tehát Gyuri Juditot és Pogány Ászlónyét tagként, Magyarin Tóth Ildikót és Móri Sándort egy póttagként javaslom akkor megválasztani. Köszönöm szépen, elhangzott a javaslat. Megkérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétele a javaslatokkal kapcsolatban, esetleg más javaslata.
Biztos, hogy nincs lezárhatjuk? Jó. Aki, akkor megkérdezem, hogy aki egyetért a jegyző úr által felsoroltakkal, hogy a választási bizottságokat, hogy mondja, dr. Girinyi Judit, Pogány Lászlóné, Magyarné Tóth Ildikó, illetve Móré Sándorral egészítsük ki, mégpedig úgy, hogy két pótag, Magyarné Tóth Ildikó és Móré Sándor készfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, ez is egy hangú. Köszönöm jegyző úrnak az előterjesztéseket. Akkor rátérünk a negyedik napirendi pontunkra, indítványok, javaslatok. Megkérdezem a testület tagjait, hogy van-e valakinek ehhez a napirendi ponthoz hozzáfűzni valóra. Nincsen? Nem tudom, megkerestek a szociális étkezéssel kapcsolatosan, ami pedig azok, akiknek az ebédet kiszállítják, hogy drasztikusan emelkedett most a kiszállítási díj. De 80 forint volt, most 127 forint. Tehát ez azt jelenti, hogy havi szinten 1000 forint. És nagyon sokan fontolják, hogy inkább megoldják másképp, hogy a szomszédot megkérik valami rokont, hogy most ez mivel magyarázható. Mert hogy azt mondták, hogy új busz kellett nekünk, és már rögtön ennyivel megemelték, tehát nem tudtam rá választ adni. Hát szerintem ez annyira nem drasztikus, mert máshol van, ahol sokkal magasabb bennél. De van olyan önkormányzat is, amelyik bevállalja, tehát lehet önkormányzati. Nekem mindkettem most az előbbben esélytől egy kimutatás, tehát te Pácinon egy magasabb. Tehát nálunk 127, Cigándon 115 még mindig. Én úgy emlékszem, 80-ról 100-ra volt a javaslat. 200-ra. Akkor azért 127, az úgy lemaradt belőle. Végül dönthet ugye a képviselőtestület, de a lényeg az, hogy ennek a busznak a költségeit, az üzemanyagát, a sofőrjét, azt nekünk fizetni kell. Vagy a közös... Hát ez az önkormányzat, tehát mi emeltük? Nem mi emeltük, hanem ki volt egy ilyen kérése, javaslata a szakszolgálat vezetőjének, mivel hogy gyakorlatilag ebben ők döntenek, de mindig ki szokták kérni a véleményünket. És arra a megállapításra jutottunk, hogy most ennek pillanatnyilag 165 forint a önköltsége egy ilyen kiszállításnak, még a busz előtt már ennyi volt. Lehet hagyni lent az árakat, és akkor utána majd jönnek a több százezeres befizetni valók, amit az önkormányzat közös kasszájából kell befizetni. Én nekem az az alapelvem, hogy a minden szolgáltatást azt fizessen meg, ha nem is 100%-ban, de nagyobb részben, amit ő vesz igénybe. Mert gondolom, Marian, te se szívesen fizetnél a másoknak a ebédigény bevételét. Tehát ezt mondom, hogy hogy tudja kihozni például Ticse 47 forint a kiszállítási díj. Nekünk volt, 80, tehát most ez... Hát ez nem esélyt kéne megkérdezni, miért került ez ennyibe, miért került 160 forintba. Ideig biciklivel szállították. Nem, nekünk 80 forint volt. Tehát 80 forint. Az ár, de az önköltsége, a kiszámított önköltsége... Ja, hát azt mondtam, hogy az engem, önköltsége. Hát minden költséget neki tudni kell. Ő megkapja. Erzsikétől, ott ezen a kistérség ülésen ez hangzott el, hogy ez nekünk 160 forintba kerül, ők ennyivel számolják el, és ezt gyakorlatilag a külön folyószám, minden önkormányzatnak van egy folyószámlája, hogy mibe kerül az adott településen ennek a, ezeknek a szolgáltatásoknak a fenntartása, hogyha önköltség alatt vagyunk, akkor gyakorlatilag visszakapunk pénzt, ha meg nem, akkor be kell fizetni. Nem azt mondom, hogy nem eljön. De nem volt, tehát drasztikus ez a több mint 50%-os emelés. Tehát én úgy gondolom... Én nem vettem észre, hogy drasztikus, mert 80-ról 100-ba ebbe egyeztünk meg. Akkor ott valami sumálkolás, vagy nem félrehallás volt. 80-ról 100-ról. Beszéltük, és 160 az önköltsége. Megértem. És akkor mi lesz akkor, hogyha mondjuk most kiszállítanak, mondjuk nem tudom hány embernek visznek ki ebédet, akkor ezentúl nem fogják kérni mondjuk a fele, mert csak ilyen megoldja valahogy inkább eljön érte, vagy megkérdi a rokonát, hogy vigye már el neki. Attól fog kérni, hogyha más viszi az akkor is, akkor még nekünk még rosszabbul járunk, mert a de nem járunk rosszabbul, mert a költségek akkor ugyan, is a kilométer meg lesz. Hát az ebédet meg, de külön van most a térítési díj, meg külön van a kiszállítás. Például egy embernek most a
350 forint az ebéde, meg hozzáadjuk a, ezt a 127 forintot, akkor elég soknak tartom, meg eleve mondom, ez havi szinten, ez a kiszállítási díj most 1000 forint egy főnek, tehát egy ebéd után, tehát ennyivel úgymond megemeltük a kérítési díját az ebédjének. Nem feltétlenül, mert hogyha ő eljön érte, elviszi, akkor nem hát, kerül több egy filléresre, mint eddig. Ez így van, csak tehát én kérdezem, hogyha maradunk... Szerintem rossz a rendszer, a kistérségi rendszer ilyen tekintetben, mert általában ott közlik velünk, hogy mit szeretnének, mint hogy ezt is, hogy mi a problémájuk, és nincs az embernek módja mondjuk testület elé hozni ezt a kérdést, pedig lehet, hogy itt kéne ezt eldönteni. Hogyha, és én nem látom annak akadályát, hogy most ezt megtárgyaljuk, már nem tudom, jogilag lehetségesek. Hát, hogy ezt a felvetés, hogy a testület állás foglaljon ebben a kérdésben, és mondjuk az vissza. Azt mondta, az előtt, ezt megfogalmaztam végül is, hogy ha hiány van, akkor azt fedezni kell. Tehát akkor azt nekünk kell fedezni. Na jó, de hogy, mert ez az én állásfoglalásom volt, én sose szeretem, hogyha valami nagyon lemarad, mert akkor később valamikor nagyot kell ugrani. És az mindig fájdalmasabb, mint keveset. Ez a 20 forint, ez én úgy érzékeltem, hogy ez nem probléma, de ha még hozzátettek 27-et, az az sok. De lehet, hogy a 160 forint is nem tudom volt kiszámolva. Ez az önköltségszámítás, ez nem úgy van, hogy meg van határozva, hogy mennyibe kerül a maga az étel arra a napra, és akkor erre jönnek rá a személy jellegű, illetve a dologi kiadások. Ez nem most csak kiszállítás. De én most az önköltségről beszélek. És hogyha ugye ennek van egy normája, amit te most hoztál 160 forintot, ez úgy van kiszámolva, hogy mi adjuk 127-ért, tehát nekünk ott már ugye van rajta deficitünk. És hogyha most ha többen visszalépnek, tehát én úgy gondolom az önköltségszámítás, ha többen visszalépnek, akkor viszont kevesebb bevételünk lesz, de az önköltségünk viszont magasabb lesz, mert ahogy osztja vissza a főket, amiket kiszállítunk, akkor még több lesz a befizetnivalónk. Persze. Tehát itt úgy éri meg, hogyha minél többen kiszállítanák. Igen. És kérnék, ha le tudnánk menni az árakba mondjuk, és sokkal többen kérnék, mert valószínűleg egy utcába, ugye, tehát nem lenne annyi költségünk, mondjuk, ha kiszállítja a gépjármű, egy utcában lennének 10-12, mondjuk most vannak 3-an, akkor az a 8 vagy 9 fő lecsökkenti a költségünket. Tehát itt végig is arra kell törekedni, hogy minél többen kérjék a kiszállítást, és akkor lehet, hogy tudnánk maga a 127 forintra visszamenni, és lehet, hogy nem kéne nekünk hozzátenni annyi pénzt. Igen, mert ha most mert minél többen kérnék, öten fogják kérni, akkor is Petinek ugyanúgy ki kell fizetni. Így van, a bérét, tehát a személy jellegű meg a dolog kiadásokat rá kell tenni. Ha 5 embernek kell, akkor is ugyanannyi, vagy ha 25-nek. Jó, minden szolgáltatásnak vannak állandó és változó költség, az állandó költség például a bér, kocsinak a amortizáció, ez az amaz, üzemanyag az változó, több helyen kell megállni, picit több, fogyasztás, stb. Jó, én nem vagyok ellene, hogy ez. Csak én továbbra sem értem, hogy például, hogy tudja a többi önkormányzat 47 forint, 63 forint, 70 forint. Elmondanám neked úgy, Marian, hogy sok önkormányzat több millióval tartozik és nem fizeti be. Ilyen egyszerű. És akkor visszatérve, ez a normatíva, igen. Tehát akkor nekünk a 160-ot tartani kell, és hogyha nem tudjuk csak, akkor a különbözetét meg kell fizetnünk? Igen. Elvileg igen. Akkor ezek szerint az összes önkormányzat, amit most Marian felsorolt, akkor lényegesebben többet fizetnek be, mint mi. Ez csak egy szolgáltatás, azért van még öt. Persze, én ezt tudom. Én ezt tudom, csak azért mondom, hogy akkor így óriási, tehát hogy mondod, nagy óriási deficit van. Tehát akkor összenézzük az embereket, nekem az a javaslatom, hogy mindenki gépjárművel szállítassa ki. De mondjuk, nem igazán értem, ezt a normatívát hogy számolták ki, a biciklire számolták ki annak idején? Hát nyilván még a kocsira nem tudtak egy évet számolni. Mert akkor hány fő volt? Tehát itt azt is mérlegelni kell, hogy ott még, hogy igen. Tehát akkor, mert akkor ugyanúgy mondjuk volt 5 ember, általában közmunkával oldottuk meg a kiszállítást. Meg voltak gondozók is. És akkor itt, és gondolom ott is így van a bérük sokkal kevesebb. Igen. Tehát akkor ezek szerint még magasabb lesz a norma. Pontosan. Nem hogy kevesebb, hanem még magasabb. Nem a norma, hanem a költsége. Hát a költsége, de hát a norma is, amit kapunk rá végül is. Én épp azért mondtam azt, hogy 20 forinttal emeljük meg, tudván azt, hogy többbe fog kerülni. Hát igen, mondjuk kulturáltabb, tisztességesebb, jobb. Igen, csak hogyha belegondolsz, akkor közel egyharmadát fizeti szállítási költséget, amit kap étkeztetést. Tehát ez is valamiről helyes egy kicsit. Ilyen, testület bevállalja, semmi akadálya. Nem. Akár nullára is tevihetjük. Nem, most itt nem a szavazáson van, csak itt most itt elmérkedünk ezen, hogy a költségeken.
Utána kell nézni pontosan, hogy működik ez. Tehát éven szinten végülis, ami megmaradt, emlékszem, hogy 8 millió körül volt, amit az önkormányzat részesült a kis térség, tehát az Európában, nem? Maximum 2. De még vannak kiadásaink. Ilyenek, de elektromos áram, fűtés, világ, víz, gáz. De ami maradt, amik maradt tisztán. Az... Úgy maradt tisztán, Marian, hogy nem fizettek bérleti díjat. Igen, ezt akartam, hogy te bérleti díjat számláztál. Igen. És amikor kiderült, hogy van, akkor kezdtünk el bérleti díjat fizetni utólag. Most annyi, hogy a fűtés költségét csökkentek, hogy fával tüzelünk, nincs annyi gáz, csak ami sütnek, fűznek. Jó, én... Mi a javaslatod? Kérdezz meg Cigándot, hogy ők hogy gondolták, vagy, de nem tudom, most akkor ők javasolták, vagy ők javasolták, volna, ők javasoltam. Hát, de ráadásul úgy, hogy nem is volt papíron semmi, csak úgy odaszólt, az azt a másik oldalára. Mert akkor végül úgy veszem észre, hogy te csak 20 forintra gondoltál, áfa nélkül. 80-ról 100, erről volt szó. Na jó, csak az áfát elfelejték, tehát az emberek... De akkor a 80-on is kellett áfának lenni. Lehet, hogy nem tudom. Meg tudják nézni ténylegesen egy hónapban milyen költség van az autónak. És akkor ténylegesen ki lehet számolni, hogy mennyi a norma. Igen. Tehát valós értékkel. Nem az a véleményem. Nyilván ez egy becsült összeg volt, nem volt a hatalmazatban. Akkor mire fölemelték 127-re? Tehát, vagy mi alapján megkérdezni, meg lehet őnek mindenképpen. Utána fogok járni, és akkor a következő testületülésen megnézzük ezt, jó? Jó, köszönöm. Más? Nekem lenne, szeretném tájékoztatni a testületet és a lakosságot is a elmúlt testületi ülés óta történt eseményekről. Február 6-án Erdős Ildikóval részt vettünk a Provértes Alapítványnak egy konferenciája Miskolcon. Egy védettségű természeti értékeket leltározták föl Magyarországon. Ezzel kapcsolatban csináltak egy nagyon szép filmet is, amiben helyet kapott a mi téli várókertünk. Nagyon szép kiadványokat, térképeket kaptunk tőlük, amit az iskolásoknak, illetve a kastélyba is tudunk közkincsé tenni. Február 10-től vezették be Bodrogközbe a 12 tonnás súlykorlátozást az átmenő forgalomra. A 12 tonna alatti tehergépkocsik továbbra is járnak, illetve az engedéllyel rendelkező célforgalomban Bodrogközből vagy Bodrogközbe érkező kamionok. Ezek a kamionok hozzánk is jönnek. Látjátok, hogy vagy lehet látni az utcákon ezeket a nagy betonelemeket, áteresztéket, egyebeket hozzá. Ezek is bőven 12 tonna fölött vannak, de engedéllyel természetesen és a mi érdekünkben, ami a legfontosabb. Február 11-től a faluházban elindult hétfőnként 17:30-kor a torna, szívesen várnak bárkit, aki fittebb, edzettebb, szebb karcsúba akar lenni. Február 15-én voltunk Kiskörösön, a Nagy Attila tiszteletére rendezett szauló versenyre kaptunk meghívást, ahol Juhász Adrien is részt vett Pácinból, mint versenyző, ő ugye most a Kossuth Lajos gimnázium tanulója, és harmadik helyet érte el, hogy büszkék lehetünk rá. Február 19-én volt ez a bizonyos kistérségi ülés, amiről az előbb beszéltünk. A szakszolgálattal kapcsolatban itt egy jó hírt is hallottunk, mégpedig azt, hogy átalakítják a telephelyek listáját, tehát egy telephelyre vonják össze Cigánra, ennek pedig az lesz a következménye, hogy megszűnik például Pácinban is a várólista. Egy 16-17 házi gondozottal többet tudnak így ellátni, mert vannak települések, ahol van keretszám, de nincs elég gondozott. Nálunk egy pont fordított a helyzet, több igény van, mint amennyi a 9 gondozónőre, illetve a gondozónőkre van, azt hiszem 36 a keretszámunk, de így átcsoportosítható, és a Bodrogköz összesenyében föl lehet használni.
ezeket a erre szolgáltatásra. Február 20-án a Sárga Borházban részt vettem egy kerekasztal beszélgetésen, amelyik az Zempléni Fesztivál múltjáról, jövőjéről szólt. Nagyon érdekes számokat tártak elénk, ezt így még soha senki nem vizsgálta meg. Az elmúlt 10 évben 2010-ig a fesztivál költségvetése folyamatosan emelkedett. 2010-ben 104 millió forint volt. Ennek a gyakorlatilag ez a csúcs fesztivál a Zemplénben. A költségvetése utána leesett 47-re, aztán 40-re, tavaly 63 millió volt, és a működtetők 8-10-12 milliót kellett mindig belepótoljanak, gyakorlatilag azért hívták össze ezt a beszélgetést, hogy mi legyen a sors ennek a fesztiválnak. Érdekes módon a kisebb önkormányzatok polgármesterei jelentek meg, és ők mindenképpen szeretnék továbbvinni, akiknek több pénzük van, nagyobb városok távol tartották magukat. Ettől összesen 4 millió forintot ad be a térségedbe a fesztiválba az előbb elmondott költségvetésekbe, és kb. 36-37 millió forintot költenek el itt a területen ez alatt a két hét alatt. Február 21-én Farsang volt az óvodában, február 22-én az Elzett Szerte Horgász Egyesület tartotta a taggyűlését, amin részt vettem, és nagy örömmel láttam, hogy egy nagyon jól szervezett, olajozottan működő egyesület. Több programról beszélgettünk, például a gyerekeknek horgásztábor, amit nyáron közösen meg tudnánk csinálni. Vagy a kalokánynak az írtásában is közösen együtt tudnánk, vagy itt fogunk működni. Február 24-én állás tájékoztatót tartottam, egy sárospataki varoda keresett meg, varónők 70-80 ezer forint, napi 8 óra, a buszpont csatlakozik az elejéhez, végéhez, megdöbbentő módon 3 ember jött Pácimból, és 8 ember jött más településre, akit érdekli ez a munka. Valószínűleg a szakma rossz hírneve ebbe szerepet játszik, sokakat átvertek, nem fizették ki mai napig, és ott ez egy 50-60 éves cég, amelyik mindig pontosan fizetett. Úgyhogy még mindig lehet csatlakozni, akit érdekel, hogy szeretne munkát kapni. Február 28-án, 29-én rendezték meg, ez egy országos program volt, a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozatot. Ebben mi a faluházunk két programmal vett részt. Egyrészt aznapi idősek farsangja megnyitója előtt nyitottuk meg a régi fotókiállítást, amit a idősebbek is, és a fiatalok is nagy örömmel néztek meg a faluház emeleti szintjén, illetve 29-én táncházat szerveztünk, ahol képviselőtestület is képviseltette magát, és egy jó hangulatú rendezvény volt, érdemes lenne tovább folytatni. Mint említettem, 28-án volt egy nagyon jól szervezett és Pácinak büszkék lehetünk erre a rendezvényünkre, az idősek farsangja, meghívott volt a Cigándi, a Karcsai és a Ricsei idősek klubja. Természetesen miénk látták őket vendégül, Nemese szervezésében. Nagyon két hónapig készültek, szép ajándékokkal, tehát köszönet érte az egész csapatnak. Március 3-án elkezdődött, most már fizikailag is, a csapadékvízberuházás kivitelezése. A Rákóczi út végén a bal oldalt egy földmedrű csatornának az ásásával indult ez a munka. Március 4-én a Líder Egyesület közgyűlésén voltam jelen. Ott az a fejlemény, hogy az Egyesület megkapta a jogot a következő 7 éves Európai Uniós ciklusra is, hogy ezt a programot tovább vigye. Ez azt jelenti a 3 járásnak, hogy egy 2 milliárd, illetve pót költségvetésre együtt az elmúlt időszakban 2,4 milliárd forintot, itt helyben, a helyben fontos célokra ismerve a pályázókat tudtak
megpályáztatni és elosztani. Március 5-én nőnap volt az óvodában, illetve farsang volt az iskolában. Ugyanaznap tartottuk a sajtótájékoztatóját a belterületi vízrendezés programnak, illetve a lakossági fórumát, ahol szintén mérsékelt volt a megjelenés. Reméljük, hogy amikor odaér a munka az emberek kapujához, akkor biztos, hogy mindenkit nagyon fog érdekelni a dolog. Önkormányzatunk nőnapi ünnepséget tartott már.